az őseinké és a Lepsény települési közigazgatási területhez tartozó földterület, ami a mi megélhetéseinket, a családunkat és a falu megélhetését jelenti. 2009 óta 27-28 levelet írtunk minisztériumoknak, miniszterúroknak, országügyi képviselőknek, de sajnos csak elutasító és nemleges, üres válaszokat kaptunk. Jelen pillanatban úgy áll Lepsényben ez a föld dolog és a gazdálkodók léte, hogy 18%, ami földterület a családi gazdálkodók kezében van, a többi terület a nagytőkések társaságán kezelik, és ők gazdálkodnak, dolgoznak rajta. Jelen pillanatban is kértük, hogy nekünk adják ezt használatba, ezt a földet, elutasították minden indok nélkül. Mi ezt nem hagyjuk, és arra kérem a hasonló helyzetben lévő gazdákat más településeken, hogy ne hagyják, és fogjunk össze, ne engedjük, mert ez a mi létünk, a megmaradásunk és a jövőnk. Köszönöm szépen figyelmet!